ügyeleti rendszer márciustól indul a vármegyében, a betegeknek csak a 1830-as telefonszámot kell megjegyezni. Fejlődik Dombrád, új közösségi tér és játszótér épül a településen 1 milliárdos támogatással. Házasság hete vármegyénkben is népszerűsítő programokkal várják az érdeklődőket. Jelentősen átalakul március 1-től az ügyeleti rendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ellátás szervezését az országos mentőszolgálat veszi át. A betegeknek a jelenleginél sokkal egyszerűbb dolguk lesz, mert ha ügyeleti időben orvosra lesz szükségük, csak a 1830-as telefonszámot kell hívni. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Márciustól munkanapokon délután 4 és este 10 óra között, valamint munkaszüneti napokon délután 2 óráig a járási központokban várják a betegeket a házi orvosok. Az ezeken kívül eső időszakban pedig közvetlenül a mentőszolgálat segít. A rendszer február 1-én Hajdú-Biharban indult el, márciustól pedig már nálunk is így szervezik az ügyeleti orvosi ellátást. Égtek a vonalak a mentőszolgálat nyíregyházi irányító központjában. Szinte minden második percben ki kellett küldeni egy-egy esetkocsit valamilyen helyszínre. A gyors beavatkozás sok esetben életmentő lehet, és ugyanez múlik a házi orvosi ügyeleti rendszeren is. Ennek megszervezése pedig egyre nagyobb nehézséget jelentett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is az utóbbi időben. Különösen a kis településeken akadtak gondok a házi orvos hiány miatt, a változtatás pedig nem várhatott tovább. Március 1-től a települések önkormányzatától az országos mentőszolgálat veszi át az ügyeleti ellátás működtetését, annak érdekében, hogy gyorsuljon és hatékonyabbá váljon a betegek ellátása. Nem alaptalanul döntött így az OMS, 2021 nyarától ugyanis már működött ennek a pilot programja Hajdú-Bihar vármegyében. A betegek és az ellátások adatai alapján így kiterjesztik az átalakítást. Ennek a 18 hónapnak a több mint 45 ezer ellátási eseményeiből eredő információk és adatok alapján döntöttünk úgy, hogy ezt a projektet folytatni kell, és egy olyan struktúrában működtessük tovább az ügyeleti rendszert, amely garantálja minden beteg számára a megfelelő időben az állapotához igazított esélyegyenlőséget biztosító egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Ennek kapcsán 2023. március 1-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy olyan ügyeleti ellátási konstrukció lép életbe, amely 2 fő elemből áll. Az egyik eleme ennek az ügyeleti ellátásnak munkanapokon 16 órától 22 óráig, munkaszüneti napokon pedig 8 és 14 óráig megvalósuló orvosi ügyeleti ellátási rendszer, amelyben házi orvosok és házi gyermekorvosok vesznek részt, és ebben az ügyeleti ellátásban nagyon fontos, hogy olyan akut ügyeletben jelentkező problémák megoldására van lehetőség, amely nem várhat a következő házi orvosi rendelésig. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 13 járás központban alakítanak ki központi ügyeleti ellátási részleget, melyben házi orvosok és házi gyermekorvosok végzik a munkát. Este 10 óra után az ügyeleti feladatot a mentőszolgálat első kézből veszi át. Ezt az idősávot a sürgősségi mentési tevékenységgel és infrastruktúrával összhangban alakítják ki. Az ügyeleti központot a 1830-as egységes telefonszámon lehet elérni, ahol a hívások kezelése visszakövethető, a betegút meghatározása pedig az úgynevezett betegosztályozási irányelveket követi majd. A változtatásoktól nem csak azt remélik, hogy a beteg gyorsabban kap ellátást, hanem hogy a kórházak sürgősségi osztályainak terhe is csökken. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi osztályok mellé integráltuk ezeket az akut alapellátó sürgősségi ügyeleti egységeket, ott ezek a betegek, akik beérkeznek ezen az egy kapun, a sürgősségi osztály egy kapuján, egy triázsoláson, egy betegosztályozási folyamaton esnek át. Azok a betegek, akik az úgynevezett T5-ös állapot súlyossági kategóriába kerülnek, ez a klasszikus ügyeleti ellátást igénylő betegcsoport, azok ezentúl nem a sürgősségi osztályt fogják terhelni a további ellátást tekintetében, hanem ők a definitív ellátást, tehát a végleges ellátást ezekben az
sürgőségosztályok mellett integrált ügyeleti ellátó központokban kaphatják meg. Ezáltal csökken a teher, amely a sürgőségosztályokra hárul, és ők így erőforrásaikat tudják a valódi sürgőségi esetek ellátására koncentrálni. A betegeknek pedig reményeink szerint csökken ezáltal a várakozási idejük, hiszen ők ezek mellett a sürgőségi osztályok mellett kialakított ügyeleti pontokon gyorsabban és meghatározott időn belül fogják megkapni az állapotukhoz igazított sürgőségi ellátást. Korcsmáros Ferenc hozzátette, a járásközpontokban kialakított ügyeleti részlegek nagy részénél felnőttek és gyermekek ellátása vegyesen történik majd március 1-től. Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán és Fehérgyarmaton ugyanakkor a továbbiakban is lesz külön gyermekeket ellátó ügyeleti hely. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a második az országban, ahol megtörténik az átalakítás. 2023 év végéig azonban valamennyi vármegyében le kell zajlani a változtatásnak. Új közösségi színtér épül az egykori bölcsőde helyén Dombrádon, ezen felül játszótér épül, közterek és utak újulnak meg a településen. Összesen több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg a következő időszakban Dombrádon. Időkapszulát helyeznek el Dombrádon, a lebontott egykori bölcsőde udvarán, ahol hamarosan új közösségi színteret építenek. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Dombrád több mint 950 éves történetében ritkán fordul elő, hogy egy nap ennyi település fejlesztési tervet jelentenek be. Fontos nap ez Dombrád számára, nem is tudom, hogy egy nap alatt ennyi bejelentést valamikor is Dombrád életében talán a szennyvizet vagy a közműfejlesztést leszámítva történt-e. Valójában az Európai Uniós forrás TOP plusz keretében benyújtott pályázaton szerepelt eredményesen Dombrád város. Harsányi László Dombrád polgármestere a Városházán tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Dombrád egy élhető település szeretne lenni, és ehhez hozzátartozik, hogy a civil közösségek számára legyen egy hely, ahol az emberek évszaktól függetlenül találkozhatnak egymással. Az egyik legfontosabb az, hogy egy olyan közösségi teret építsünk, ahová fel tudnak jönni, többfajta foglalkozást lehet megtenni. És ez szerintem ez lesz a legjobb része az egész pályázatnak, mert egy 525 négyzetméter nettó alapterületű közösségi tér fog felépülni, itt, amit a dombrádiak fogják tudni használni rendezvényekre, akár bálokra, ami a közösségbe belefér, és azt ki kell hangsúlyozni, ezt, mivel közösségi tér lesz, ez a dombrádiak számára ingyenes lesz. És azért próbáltunk a 21. században megindulni, hogy a fűtéssel ne kelljen bajlódni, hanem tényleg napelemmel, megújuló energiával fűtenénk, hogy éjjel-nappal nyitva tudjon lenni. A tervek szerint így fog kinézni az új közösségi tér, amelynek megvalósulására más projektelemekkel együtt több mint 1 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A polgármester emellett kiemelte, hogy a házasságkötő terem melletti területen egy új játszóteret fognak kialakítani, amelyhez egy 150 négyzetméteres kondipark és egy futópálya is fog majd tartozni. A nemrégiben épült új városháza melletti parkot is felújítják, illetve a Tiszaparton is kialakítanak majd egy új családi rendezvényekre is alkalmas pihenőhelyet. Harsányi László hangsúlyozta, a pályázati forrásból a közutakat is fel fogják újítani. 5 utcánk fog megújulni, ami a közösségi közlekedést érintett csomópontokra tudtunk pályázni, és hát tényleg 3170 méter vagy folyóméter út fog megújulni, 5 utcát fog érinteni, nagyon rossz minőségű utak, de hát sajnos önerőből az önkormányzatok nem tudják megcsinálni, így ebbe próbálunk elindulni. A polgármester hozzátette, az útfelújítás mellett hamarosan 24 új parkolót alakítanak ki, így a jövőben elektromos autókat is lehet majd Dombrádon tölteni, valamint 25 darab térfigyelő kamerát fognak elhelyezni, hogy növeljék a közbiztonságot. A romániai máltai szeretetszolgálat szatmárnémeti fiók szervezete Pap Krisztián Sándor református lelkész és a Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület kapta a 2023. évi civil díjat. Az elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központ ítéli oda a civil szférában kiemelkedő munkát végzőknek.
Az elmúlt években, a Covid időszakában a civil szervezetek példát mutattak abból, hogy baj esetén hogyan kell segíteni, mondta a központ operatív igazgatója szombati díjátadón. 2020 óta évente két megyebeli és egy határon túli szervezet tevékenységét ismerik el, a díjazottakon keresztül felhívva a figyelmet az egész civil szektor munkájára. Ebben az évben két szervezet és egy magánszemély vehette át a díjat. A Máltai Szeretett Szolgálat 60 németével 25 éve végzi azt a munkát a helyi, nehéz sorsban élők, hajléktalanok, szociálisan hátrányos helyzetűek önkéntesség területén már több generációt vittek bele az önkéntes munkába, és az idősek, az elesettek, a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű honfitársaink, nemzettársaink segítése érdekében azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő munka. De ha azt nézzük, hogy a Szatmár Névtánc együttes már generációról generációra adja át azt a tudást, amit a névi kultúra szeretete, a szatmári hagyományok, a tánc ápolása, a testmozgás, a mindennapos kikapcsolódás, értelmes kikapcsolódás, hogy a gyerekek nem a számítógép előtt, hanem hagyományainkat ápolva nőnek föl. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan hiánypótló és hagyományteremtő generációról generációra szálló hagyomány, amit érdemes elismerni, és a Pap Krisztián Sándor református lelkész nagy tiszteletű úr személyében pedig egy olyan egyházi, civil, zenész és egyben vállalkozó embert tüntettünk ki, aki maga azt a civilséget, amit ebben a megyében az jelent, hogy próbáljuk az életünket úgy élni, hogy a teljes közösség javára, azt gondolom, ezt az életutat példázza. Pap Krisztián Sándor nyílt éten református lelkészként, Újfehértunk cégvezetőként igyekszik építeni a közösséget. Mint mondta, megvan az igény az emberekben a közös programokra. Főleg a koronavírus utáni időszak következtében egyre nagyobb igény van rá, előtte is, de megmutatta, hogy a közösségeknek nagyon nagy szerepe van a mindennapi életben. Fontosak akár a kisebb, akár a nagyobb összejövetelek, baráti összejövetelek, hivatalos összejövetelek, egyházi, világi, minden fontos, úgy gondolom. Az átadón elhangzott, a kormány számára fontos a civil szerveződések támogatása, ezért pályázatokon keresztül anyagilag is segíti a működésüket. Hétfőn kezdődött a házasság hete, amelynek idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Az országos rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság a család értékeire és fontosságára. A szervező egyházak és civil szervezetek egy héten át csak nem 50 településen több mint 100 programmal várják a házasokat és a házasságra készülőket. Mindketten teljes odaadással, szívetek egész szeretetével őrizzétek gyűrűiteket, házas életetek sértetlenségét és tisztaságát. Köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. Egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetségen házasság. Több mint 20 éve Angliában indult el egy kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Már a 4 kontinens 21 országában ünneplik a házasság hetét. Hazánkban az országos esemény sorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek. Azt látom, hogy valóban tehát a hit, a kapaszkodó pont az mindig is fontos az ember számára. Minden kapcsolatban fontosak azok a kapaszkodó pontok, amiket akár a saját életünkben is felfedeztünk, vagy amiket láttunk az élettapasztalataink során. Nyilván, hogy az ember próbál a másikba kapaszkodni, de a másik is gyenge sokszor, vagy ő akar kapaszkodni belénk. Nyilván, hogy az Isten szeretete az, de az Isten szeretete az nagyon tág fogalom, hanem az konkrét eseményekben, vagy pedig konkrét személyekben mutatkozik meg leginkább. És hát nyilván, hogy erre próbálunk fókuszálni, hogy olyan tapasztalatokat, olyan személyeket állítsunk, akik már talán többet tapasztaltak meg az életből, vagy pedig olyan előadásokat szervezünk, amelyek valóban átsegítenek bizonyos olyan hullámvölgyökön, vagy viharokon, amiket az ember úgy élete során megtapasztal.
A szervezők különösen azokat szeretnék most megszólítani, akik a családjukban akár generációkon át konfliktusokkal terhelt mintákat láttak, és nem volt a közelükben harmonikusan működő család vagy házastársi kapcsolat. Magyarországon a hét idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Az idén, hát aki eljön, nyilván regisztrációhoz kötött, hiszen nem az, hogy szűkös a hely, csak hogy mi is tudjunk tervezni, hiszen akár az előadók, akár azok, akik vállaltak szerepet, azok tudják, hogy hány embernek is kell beszélniük, vagy hány emberre fókuszáljanak, akár játék tekintetében, akár bármi másban. És a Szent Imre gimnázium épületében, a kápolnában lesznek ezek az esték 14-én, 15-én és 16-án. A részletes programokat megtalálják az érdeklődők a házassághete.hu oldalon. Két személyi autó ütközött össze hétfő reggel a 41-es számú főúton Nyíregyházán. Az egyik autós az Orosi úton a város felé haladt, mikor a Meggyes utcáról a másik elé kanyarodott. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A rendőrségi helyszínelés idején forgalomkorlátozást vezettek be a főúton. Harmadik idei bajnoki meccsén is egy pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat. Török László együttese az NBA 19. fordulójában a Ferencvárost fogadta, és a találkozó 0-0-ás döntetlennel zárult. A forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd, MOL, Fehérvár FC 2-1, Kecskemét, Budapest Honvéd 2-2, DVSC, Paks 2-1, Puskás Akadémia, Zalaegerszeg 1-0 és Vasas, Újpest 0-1. A tabella élén a 45 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 31 pontos Kecskemétet, a 28 ponttal 4. Kisvárda pénteken a 22 ponttal 9. Újpestet fogadja. 10 pontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Darko Radulovics együttese az NB1 átcsoportjának 20. fordulójában 97-87-re kapott ki a ZTE-től. A nyíregyháziaktól távozott az angol Jordan Williams, helyére a 211 cm magas, Maliból származó, szerb állampolgárságú Sidiki Kone érkezett. A kék cápák legközelebb március 4-én hazai környezetben a Körmend ellen lépnek pályára. Jól kezdte a bajnoki szünet előtti utolsó meccsét a Nyíregyháza, 10 perc játék után 17 ponttal vezettek Zalaegerszegen a cápák. A második játék részben 12 pontot lefaragott hátrányából a házigazda, a harmadik negyed hajrájában pedig a vezetést is átvette az Ete. A vendégek azonban tartották magukat, az utolsó percekig nyílt volt a mérkőzés. A végjáték a jól büntetőző Zalaegerszegnek sikerült jobban, így a Nyíregyháza elszenvedte 18. vereségét. A klub ügyvezetője az eredmény ellenére elégedett volt a látottakkal. Nagyon biztató volt a mérkőzés, effektíve egy 10-15 pontos előnyit tudtunk már kiépíteni az első negyedbe. Fokozatosan zárkozott az Zalaegerszeg, ezért tudni kell, hogy nem véletlenül állnak a tabella harmadik helyén. Tényleg egy döntő esélyes csapatról beszélünk, de nagyon jól álltak hozzá a srácok a mérkőzéshez, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg olyan játékosok alkotják most már a csapat keretét, akik azonos célra küzdenek, konkrétan a megmaradásért. Győzelmi esélyeink is lehettek volna, hiszen 26. percig vezettünk, majd a 38. percben volt 82-81-nél labdánk ahhoz, hogy újra nálunk legyen az előny, amivel nem sikerült élni, és a végén egy pár pontos adókapokból a Zalaegerszeg jött ki jobban. Zalaegerszegre már nem tartott a csapattal az angol Jordan Williams, akivel az elmúlt héten szerződést bontott a klub. Egyrészt van egy szakmai oldala, aztán láthatták a nézők is, hogy az utóbbi mérkőzéseken majd nem pont nélkül zárt, de ez szorosan összefüggésben van a játékos emberi oldalával, hiszen ő december óta gyakorlatilag lázad a munka ellen, már az előző edzőnél, de legfőképpen most ebben az időszakban gyakorlatilag cserben hagyta mind a játékos társait, mind a szakmai stábot provokációval, hozzáállásbeli gondokkal, úgyhogy nem is szeretnénk Jordanről többet beszélni, hiszen mérhetetlen csalódás az, amit tapasztaltunk, illetve amilyen kárt okozott a klubnak, de tovább kell lépni, és őt mint utolsó negatív szereplőt tudtuk a csapatból kivenni. Abszolút együttműködő volt a menedzsere, látta, hogy gond van, de nélküle megyünk tovább, és helyette érkezett egy afrikai srác. 2-11 magas, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, több éve már, hiszen szerb állampolgár is egyben dolgozik,
dolgozott ex-jugoszláv országokban, a jelenlegi edzőnkkel is volt olyan időszak, amikor együtt dolgozott, úgyhogy fizikai paraméterei magáért beszélnek, egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, hiszen 22 éves, és rendkívül ambiciózus, bízom benne, hogy alapattanóban, a stabilitásban, illetve a leválásokból szerzett pontokban segítségünkre lehet, hiszen Erik Kópszal most már két olyan centerrel rendelkezünk, ami azt gondolom, hogy segítségünkre lehet a továbbiakban. A 20. forduló további eredményei a következők: atomerőmű Ese Szolnok 76-83, Kaposvár Körmend 87-89, Sopron Szeged 71-75, Szombathely Kecskemét 98-61, Oroszlány Deac 87-91 és Budapesti Honvéd Albafehérvár 87-102. A tabella élén a Szombathely áll 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 15-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-18-as mérleggel sereghajtó Nyíregyháza legközelebb március 4-én a Körmend ellen lép pályára. Döntetlent játszott az MB2 23. fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz, a Spari Soroksáron lépett pályára, és a mérkőzés 2-2-vel ért véget. A másodosztály tabelláját az 52 pontos DVTK vezeti, a 44 pontos MTK Budapest előtt. A 27 ponttal 14. Nyíregyháza vasárnap, a 28 ponttal 13. Tisza Kécskét fogadja Balmazújvárosban. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Jelentősen átalakul március 1-től az ügyeleti rendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az ellátás szervezését az országos mentőszolgálat veszi át. A betegeknek a jelenleginél sokkal egyszerűbb dolguk lesz, mert ha ügyeleti időben orvosra lesz szükségük, csak a 1830-as telefonszámot kell hívni. Új közösségi színtér épül az egykori bölcsőde helyén Dombrádon. Ezen felül játszótér épül, közterek és utak újulnak meg a településen. Összesen több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg a következő időszakban Dombrádon. Hétfőn kezdődött a házasság hete, amelynek idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Az országos rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára. A szervező egyházak és civil szervezetek egy héten át csaknem 50 településen több mint 100 programmal várják a házasokat és a házasságra készülőket. Február 13-án hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfő este borult időre kell számítani, csapadék nem várható, a hőmérséklet fagypont körül lesz. Kedden napközben a maihoz hasonlóan előbújik már a nap, a felhők mögül, de eső nem lesz. A hőmérséklet -1 és 8 fok között alakul. A héten folyamatosan emelkedik a délutáni csúcs, szombaton szeles, tavaszias időjárás mellett akár már 10 fokot is mérhetünk.